Hello Misi, gratulálok a űrhajódhoz. Köszönöm szépen, űrhajó. Mindjárt felszállunk. Műsor együttműködő partnere a kaszatamás.hu, az értékesítők barátja. Lezárási specialista. Hogy játék legyen az értékesítés, ne szenvedés. Van egy meghívásunk, végre élőben is láthatom a lakóbusztájlautazás.hu. Hogy ott ülök, ugye erről a visszafordítható ürétre, én általában, Veronika is szokott ülni, és hogy ott dolgozunk, eszünk, itt tudom én videót vágok, ugye Veronika itt főz, mosogat. És akkor itt is fogsz most éjjel aludni? Igen, itt is aludtam. Szia, gyere! És a hotel nem problémázott? Hogy... Ja, hogy nem. Tegnap jöttél már? Érel nincs cigaretta szagot? Na, hogy mit kérdezel? Hogy? Én tegnap este ide jöttem. Nem problémázott. Nem szólt senki semmi. És akkor ez a zuhanyzó? Igen, nem, és de... na azt mondom, hogy nektek is mondom, hogy ne kelljen kétszer elmondani, hogy nézzétek meg a zuhanyzót, hogy ez ilyen kialakítás, hogy ki kell venni a padlót, és így összezáródik. Viszont testesebb embereknek ez nem komfortos. Viszont rengeteg olyan millió fajta elrendezés létezik, van olyan, ahol mondjuk szűkebb ez az ágy, hát így is bőven elég lenne, és akkor itt fixen ki van építve a fürdőszoba WC-vel. Mi azért választottuk ezt, mert ez alatt majd megmutatom, ha kimegyünk, ez alatt garázs van, motor, meg kerékpár, meg minden, mert hogy ne foglalja el fixen a helyet. Igen, igen, igen. De lehetne akármilyen elrendezés. Igen. Akkor szerettem egy. Az is egy jegy. De igazából ketten komfortos ez a hosszú távon. Ez ki van nyitva a tető, vagy ez van lehúzva? Föl van tolva. Az van lehúzva. Ja, van lehúzva. Igen, igen, azt lehet lehúzni. Igen, van olyan is a kisebb kempereknél, ott felnyílik a tető, és akkor ott ilyen sátorszerűség van. Na szóval ehelyett egy tandemet vittünk, mert ugye ketten vagyunk, és két kerékpár nem fér be, de viszont ez marha nagy szabadságot adott, hogy motorral meg kerékpárral szinte bárhova el tudunk jutni, ahova mondjuk vagy nem lehetne eljutni, vagy ki vannak tiltva a lakóautók egy csomó helyről, meg hát nem tudom nézni akkor a tájat annyira, mert erre kell figyeljek. És ezzel meg mindenféle hajtű kanyarba is meg lehet állni, fotózni, videózni, ugye csináljuk a videoblogot, ahogy mondtam, és tehát ez hatalmas szabadságot ad. Arról nem beszélve, hogy most nagyon jó itt, hogy jön marha drága a benzinár, hát ez 2 litert fogyaszt, ez meg 9-et, szóval. De sokkal élvezetesebb is, imádunk mind a kettő motorozni. Tök jó. Tehát, hogy itt mentünk körbe egy év alatt, ezen az úton, és most pedig tavasztól, most 4 hónapig ez, és most októbertől megyünk meg Törökországba, és jövő májustól pedig balti államok, Skandinávia, Dánia, és így egy körút. Bravo.